1975-ben jött létre, ami még nem volt nagyon nem volt nagyon puha rendszer Magyarországon, úgyhogy a hatalommal szemben voltak elég szorgalmas a harcok, hogy védjük az egész szervezetet. Voltak az SOS szervezésnek megelőző évbeli dolgai is, anélkül nem ment volna, hogy egy közös szemléletű, egyforma szemléletű kártát ne lehessen összeszedni. És hát meg kellett várni, amíg a Kézdi Balázs lett a Baranya megyei pszichiáter szakfőorvos. És hát így, ahogy megismert minden szakembert, pszichiátereket, pszichológusokat, szakasztisztenseket, Léd megszervezte az úgynevezett pszichoterápiás szerdákat. Minden hónapban az egyik szerdán, a FEG-ben, ami a színházzal szemben van, most nem működik már, ott találkozott a társaság, és mindig más-más tematika került sorra, volt egy kijelölt előadó, és hatalmas nagy megbeszélések, viták, kérdések, és így tovább. És ekközben összekovácsolódott egy kicsit a társaság, ezután látott neki az SOS szervezésének, mégpedig úgy, hogy két csoportot szerveztünk, egy a pszichológusok, pszichiáterek számára, egy pedig a szakasszisztensek számára, mert az volt az eredeti terv, hogy mindig lesz egy főügyeletes, és lesz egy, aki segít neki. Tehát két ügyeletes van éjszakánként, de van, aki segít neki. És ezekben a csoportokban részben egy tematikus felkészítés történt, részben csoportdinamika, csoporttörténések, az elemzése. 2015, tehát 30 emberrel indult, és nagyon hamar kiderült a gyakorlat során, hogy nincs ilyen, hogy főügyeletes és segítő, hanem abszolút ügyeletes társak, tehát egymást kiegészítik, segítik, de teljesen egyenrangúak, és a feladatokban is megosztva kell részt venni, és nincs megkülönböztetés. Tehát végzettség szempontjából nincs megkülönböztetés. A Nemzetközi Telefonszolgálatok Szervezete akkor már működött, ez az IFOTES, betűszó, és hát ott is az alapnormák közül az első és legfontosabb szabály a titoktartás. Ami vonatkozott arra is, hogy hol működik a szolgálat, hogy működik, és kik vesznek benne részt. Na de mindenki a napi 8 órás munkája mellett vállalt éjszakai ügyeleteket. És hát ezt ki kellett bírni úgy, hogy nem lehetett azt válaszolni az ember kókadozott másnap, hogy jaj, én éjszaka ügyeltem, mert abszolút titokban kell tartani. És abban a pillanatban, hogyha a titoktartás megtörik, akkor attól elveszik a lehetőségét, hogy telefonáljon, aki ezt meg tudja. Tehát potenciálisan mindenki lehet ívó. Ezért kell és kellett titokban tartani, nem valamiféle ködös szabály miatt, hanem egyértelműen szakmai szempontok miatt. Segíteni mindig jó másoknak, azt tudjuk. És hát eleve segítő szakemberekből elbúválódott a tény. Tehát nem volt egy új helyzet a módszertana volt, a vokális csatornán keresztül. Állami vezetők részéről minimum kérdőjellel néztek az egészre, nem értettek az egészből semmit, be akartak ülni időnként éjszaka ellenőrizni, hallgatóztak az ajtónál, azt mondták, hogy ez nem munka, itt csak csevegnek telefonon. Tehát vagy bagatelizálták, vagy támadták, a legjobb esetben egy kicsit kérdezgették, hogy ez micsoda egyáltalán. De hát a Balázsnak a szakmai tekintélye, hál' Istennek, az megmentette.